vendégek! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket a 2016-15 első őszi összejövetelén. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm kedves vendégünket, Berményi Géza, Kossuth Díjas író, költő. A 2010 óta működő professzori klubnak a 7. évadját kezdjük most, és ahogy láttátok a programból, azt hiszem, hogy egy elég gazdag téléves program összeállítására került sor. Remélem, hogy mindenki élvezni fogja, és hát persze azt is remélem, hogy meg is tudjuk valósítani mindazt, amit a programban kiküldtünk. Mielőtt a mai este programjára rátérnénk, két kellemes feladatnak teszek eleget. Az egyik, amit szeretnék megosztani veletek, hogy pontosan egy héttel ezelőtt volt a Páles Zsolt professzor úr a MTA levelezők napjának a szép foglaló elvadása az akadémián nagy sikerrel. Azt hiszem, hogy mi a professzori klub további tagjai büszkék lehetünk rá, és egy nagy tapsot megérdemel. És két év múlva lesz a Szőlősi János professzori klub tagoknak a szép foglaló előadása, úgyhogy majd akkor őt is remélem, hogy sikerül személyesen is meggratulálnunk. A másik örömhír, hogy a sajnos már elvesztett professzori klub tagunk, Nyírkos István professzor úr a tiszteletére egy melszobrot készítettek. Tudjátok bizonyára, hogy a Nyírkos professzor úr volt a Magyar Finnugor Nyelvészeti Tanszéknek a vezetője, a DEAC ragyogó fotbalistája, örökös elnöke, és az ő tiszteletére sikerült egy szép melszobrot létrehozni, aminek az avatására október 5-én 15 órakor a DEAC pályán kerül sor. A szobor leleplezése és a köszöntő Bicskenyi professzor úr akadémikus nevéhez fűződik, illetve mellette dr. Bács Zoltán kancellár fog beszélni, a család nevében pedig Nyírkos Péter fog szólni. Azt gondolom, hogy jól tudjátok, hogy professzor úrnak az özvegye, Erik néni, a leglelkesebb tagja a professzori klubnak, aki mindig itt van közöttünk. Nagy örömet szereznénk vele, és a professzor úr iránti tiszteletünket fejezzük ki, ha minél többen részt vehetnénk ezen a avató ünnepségen a professzori klub tagjai közül. Természetesen a klub nevében a koszorúra fogjuk helyezni a szobron. És akkor visszatérve a mai estére, nagy öröm számomra, hogy a klubban körülben köszönhetjük Berményi Gézát, ahogy a felülbiekben említettem. Amikor pár héttel ezelőtt telefonon fölhívtam, nagy örömömre azonnal igen mondott a kérésemre. Úgyhogy ez valamennyiünk számára egy megtisztelő dolog. Aligha van szükség az ő részletes bemutatására, hiszen a jelenlévő többsége ismeri az ő munkásságát, egyik vagy másik művét, és hát ahogy az előadás címéből látjuk, ő maga az, aki az életéről, a munkájáról, a családjáról, gondolatairól szólni akar számunkra. Így csak néhány életrajzi adatot kell említenem. 1946-ban Budapesten született. A 5-ös Loránd Tudomány Egyetemen magyar-olasz szakon szerzett tanári diplomát 1970-ben. 71-ben a Pannonia Filmstúdióban dolgozott 71-től dramaturgként, 78-tól pedig szabadúszó író, költő és filmrendezőként dolgozott. Azt hiszem a legfontosabb, vagy lehet, hogy nem volt legfontosabb, de néhány művét is megemlíthetjük. A regényei között talán a Varnai végét kell megemlítenünk, a trilógia drámát és jó pár egyéb darabot. A színpadi művei közül a Kincsen bemutatása a Thália Színházban történt. A Magvető Kiadó gondozásában jelent meg a Versek című kötete, amiben 40 év lírai költeményeit foglalta össze. Régi és új költemények találkoznak a könyvtalapjain. Ezen túl filmrendezőként, forgatókönyvíróként számos film alkotása fűződik a nevéhez. Az Eldorado jó nagy sikert aratott, de kívül
a tanúkat, kell megemlíteni a hídembert, amit bizonyára jelenlévők valamennyien láttak. Mindezek mellett novelláival, regényeivel legyen a könyvzenei munkássága, hiszen tudjuk, hogy Másik János, később pedig Cseh Tamás személyére írt dalokat, amelyeket szintén valamennyien ismerünk és valamennyien szeretünk. A munkásságát számos kitüntetéssel jutalmazták, József Attila díj, Balázs Béla díj után megkapta Kossuth díjat, majd a köztársasági érdemrend középkeresztjét, és a könyvzenei munkásságának, mint egy életművének a elismeréseként Artusius díjat kapott. Bereményi Géza a Magyar Művészeti Akadémia tagja. Nagy érdeklődéssel várjuk az előadást, és örömmel adom át a mikrofont. Sajnálom, hogy fel kell ide jönnöm, mert bizalmas dolgokat szeretnék elmondani, de ez egy technikailag ez a megfelelő hely. Hát, hadd mondjam, hogy csak kedves barátaim, elhoztam a Magyar Epidemiológia nevű szakfolyóiratot, ami ugye a tudományos megalapozáshoz kell feltétlenül. Ugye ez egy járványtani folyóirat, ami azzal tisztelt meg engem, hogy a szerkesztője, egy professzor úr felkért arra, hogy adjam át az egyik novellámat. Van nekem egy másfél oldalas novellám, ami nagyon szorosan csatlakozik az életemhez, majd szeretném felolvasni, elsősorban a rövidsége miatt illik ide, másrészt pedig, hát legyen hangozón el irodalmi szöveg is, másrészt pedig nagyon jól kapcsolódik ehhez az életrajzhoz, amit szeretnék elmondani, vagyis az enyémet. Az előbb beszéltem itt az egyik kedves vendéggel, kedves professzorral, és megosztottam vele, hogy tulajdonképpen az én életem igazából így elmesélve 25 éves koromig érdemes rá, mert 25 éves koromban hirtelen, de azt talán valamennyi időről el tudja ezt magáról mondani, hirtelen szétbomlott különböző tevékenységekre, vagyis megette a munkám az életemet. Úgyhogy ott azt úgy tudnám felsorolni, hogy a kedves bevezetőben mondták, hogy ezt csinálta, azt csinálta, amazt csinálta, meg minden. A többi az szinte a szolgája volt a többi életrajzi adat a tevékenységének. Úgyhogy viszont még azért is tenném ezt így, mert az én életem igazából 25 éves koromig érdekes, kalandos, és jellemző a korra, vagy a kor jellemzi őt. Mert utána befelé húzódó ember lettem, és az már nem annyira érdekes, inkább beszéljenek arról a korról, az, amit létrehoztam. Úgyhogy el szeretnék mondani néhány jó pár dolgot, mert én most éppen írok egy önéletrajzi könyvet. És mikor ezt mondta egy barátom, kérdezte, mit csinálok, éppen mondtam, egy önéletrajzi regényt írok, akkor ő azt mondta, hogy miért eddig nem azt csinálta. Tulajdonképpen minden, amit csináltam, az a típus vagyok, van ilyen nagyon sok ember, egy témájú ember, én tulajdonképpen a saját életemet foggatom folyton, mert nem értek. Nem értek nagyon sok dolgot benne, és kíváncsi vagyok, hogy Stendhal írja, ez a remek francia író, aki szintén egy témájú ember, hogy az önéletrajzi könyvének a bevezetőjében, hogy én ezt a könyvet azért írom, mert szeretném megfejteni, hogy én milyen ember vagyok. Nem tudom. Egész egyszerűen nem tudom. Jó ember voltam, vagy rossz ember voltam, szerencsés vagy szerencsétlen, ezt talán meg tudom, ha megírom. Na ez az önfaggató ember. Aztán van a önéletrajzírók önéletrajzírója, Szent Ágoston, Augustinus, aki
Istenhez írja egyenesen a könyvét, és azt mondta, hogy azzal kezdi, hogy Uram, bűnös vagyok, ő tudta magáról, hogy milyen. Bűnös vagyok, bűnös voltam, és egy bűnös írja hozzád, meg akarja írni a bűneit. Ez nagyon jól leegyszerűsíti egy megtért római polgárról a Szent Augustinus esetében. Nagyon jól leegyszerűsíti az önéletrajzírói munkát így megírni. Én pedig rájöttem, miközben írom most ezt az önéletírásomat, hogy az én életemnek a történelem és a politika olyan mértékig befolyásolta, olyan, így is mondhatom, hogy baromi erővel jött a történelem, ahogy valamennyiünkre. A Magyarországon élni, ez egy ütköző zóna, kérem, ahol résszerű erővel szól bele folyton a történelem. Ahogy Hegedűs Géza bácsi mondta, ez a nagyszerű, kedves irodalmat tanító ember, hogy Árpád apánk lejött a Kárpátok bércéről népével, körülnézett, látta, hogy a fű kövér, a vizek tiszták, érdemes letelepedni, de nem gondolta végig, és nem vette észre, hogy itt nem lakik senki. Egy olyan zóna ezt kérem, ahol folyton veszélyeztetett népél, és egy olyan zóna, ahol a 33 évtizednél tovább a magyarok előtt nem ért még nép. Mindig kicserélődött. Nem csak az avarokra gondolok, akik előtte voltak meg, bizony szláv törzsekre. Ez tökéletesen alkalmas az életre, nagyon szép ország, nagyon szép vidék, de nem életveszélyes itt élni. Most egyelőre csak az egyének számára életveszélyes, de népek számára, és csak a magyarok értek ilyen hosszú ideig, amelyik itt élnek. Hát ezen a tájon születtem, ezzel kezdődik, de már ez is szinte véletlen volt, hogy én itt születtem, mert a fogamtatásom az Bécsben történt. Méghozzá úgy kezdődött az egész dolog, hogy az édesapám, aki temesvári volt, az ahogy keresem a törvényt, vagy van meghatározott, nem találok semmit, csak a csupa forgató véletlen történelmi véletlen. Még az én édesapám egy vasúti mérnöknek volt a fia, Temesváron született, és Temesvár városára az volt jellemző a II. Világháború idején, hogy a visszacsatoláskor, Erdély visszacsatolásakor Temesvár román területen maradt. Így döntött a történelem, és mint román területen élő fiatal új fiú, mondjuk így, a temesvári polgárgyerek, aki korcsolyázni járt, és érte az ottani aranyfiak életét, megkapta a román katonai behívóját. Most akkor elhatározta, hogy nem lesz katona, és átszökött Magyarországra, tehát Erdély menekült le. Ide érkezett, itt elhelyezkedett bankhivatalnokként, amikor megismerte az édesanyámat, aki 15 éves lány volt. Egy 15 éves lány, aki 29-ben, 30-ban született, nem tudom pontosan a évszámot kiszámítani, mert a többi évszámát már tudom édesanyámnak. Ő pedig egy telekitéri kereskedőnek volt a fia, kereskedő házaspárnak. A korabeli Teleki tér a II. Világháború idején az egy nagyon kiterjedt nagy piac volt, és nagyon fontos cserekereskedelem folytott, és az én nagyszüleim, anyai nagyszüleim, a Bereményiek, én az anyai nevemet viselem, a Bereményi Sándor és Román Róza házaspár az 19 éves korában is megkedett össze, hogy rögtön engek összeházasodtak, és a nem született gyerek. A nagymamám azt többször elvetélt, nagyon sokszor. Egyszer bementem a konyhába, és láttam halottak napján, hogy 9 gyertya ég előtt az asztalon, és megkérdeztem, hogy kik ezek nagymama. És ő így nézte a lángokat, és azt mondta, hogy ezek a gyerekeim, akiket elveszítettem.
És hát kiderült, hogy és kérdeztem, hogy miért veszítettél el ennyi gyereket, és azt mondta, sok munkáért. Tehát mondom, ki akart térni ezelőtt. És csak egy lányuk született az én édesanyám Évi. Ez az Évi, ez már nagyon korán kereskedelmi iskolába járt, és olyan lányokkal barátkozott, új lányokkal az osztályból, és el akart menni a telepi térről, mert nem szerette a szülei környezetét. Tehát elmondhatom, hogy tulajdonképpen az apám és az anyám azok szökevények voltak. Az édesem a családból akart megszökni, az apám pedig az a katonai behívó elő. Mert alig, hogy Magyarországra érkezett, nem sokkal ezután megkapta a sas behívót, ugye a magyar katonai behívót, a sürgős azonnal sies behívót, és ekkor bement a német katonai parancsnokságra, amelyik a Szemmelweis utcában volt, és jelentkezett a román papírjaival a birodalomba munkára. Ezeket külön gyorsasággal engedték ki az ilyen embereket, és akkor mondta, hogy nős, hisz elvette feleségül az én 16 éves édesanyám, a édesapám, és a nagyapámék, a após meg az anyós, azok úgy gondolták, hogy jó, kiházasították a lányukat, de a lányuk maradjon itt, a katonai behívóval mehet Bécsbe az apám egyedül, de akkor anyám elszökött az ablakon, és elmentek együtt a pályára, és együtt mentek ki Bécsbe, és ősszel kezdtek dolgozni. Apámnak egy nagybátyja ott él munkásként Bécsbe. És én ott fogantam a Gösszerdorfer-Strasse 1-ben. Elmentem ehhez a házhoz, mert meghallottam ezt a címet, és elzarándokoltam, és megnéztem alaposan ezt a házat, hisz én itt fogantam, és fölmentem az első emeletre, ahol egyetlen lakás volt, és oda becsüngettem, és egy idős hölgy kijött, és azt mondtam, hogy ne, elnézést kérek, én itt fogantam 1945-ben, és szeretnék örülnézni, itt laktak a szüleim. Akkor fiatal házaspár volt. És akkor körbevezetett, és a legkisebb szobát választottam, hogy valószínűleg az, és ott egy fülhajtásnyira megálltam. Hát ennyire csak megtiszteltem ezt a fiatal pár, aki elvállalt engem. De az történt még, hogy ez kiszámíthatóan 1945 májusában történt az a fogantatásom, és amikor kitört a béke. Tehát talán örömünkben, vagy valami történetet, és akkor vártak kb. 6 hónapot még, mert nem tudták eldönteni, hogy én ott fogok megszületni. Fölmerült Párizs, mind a ketten tudtam franciául, fölmerült Németország, ami szinte érthetetlen, csak azzal magyarázható, hogy mind a ketten tudtak németül, és akkor mégis úgy döntöttek, hogy visszajönnek, és itt majd az édesanyám szüleinek a segítségével itt kezdenek életet, itt fogok megszületni. Hazajöttek gyalog. Hát már ez is nagyon kalandos volt abban az időben, mert jobb volt gyalog hazajönni Bécsből, mint vonattal, mert akkoriban terjedt el a vándor magyarok között, hogy házaspárként vagy fiatal asszonnyal nagyon nem szabad, mert a vonatra fölszállnak oroszok is megerőszakolják az egész szerepét. Ez volt állítólag a dolog. Ők kézikocsit szereztek, és kézikocsival húzták haza a bőröngyeiket, és így édesanyám aztán bekormozták, nem tudom miért, hogy éjjel ne lehessen látni, vagy pedig, hogy csúnya legyen, 16 éves lány. 16 éves volt. Minden esetre még 16 éves volt, amikor megérkeztek, és 16 éves volt, amikor én megszülettem, mivel én januári leszületés vagyok, idesem pedig februári. Tehát 16 éves korának a vége felé járt, amikor
a Szent István kórházba elvitték, hát ez egy háborús történet, a háború bele kell számítani. Mikor elvitték a kórházba, és annyira fiatal volt, és annyira tapasztalatlan volt, ahogy nekem mondta az édesanyám később, hogy nem tudtam, hogy hol jössz ki. Hogy azt se tudtam, és kiáltoztam szülés közben, hogy nem bírom tovább ezt a fájdalmat, nem bírom ezt a mérhetetlen fájdalmat, kiugrok az ablakon, mindjárt kiugrok az ablakon, és mikor, hogy, amikor az ablakot emlegett, akkor nem értett, hogy miért nevet mindenki, a szülő, szülészorvos, meg a látolónő, a többiek, és kiderült, hogy földszinten szült. Mondták neki nyugodtan. És én végül is megszülettem, elvittek a nagyszüleimhez először is, akik pénzt adtak nekik, hogy vegyenek egy lakást. Olyan sok pénzt adtak, hogy túlzásnak tartotta az édesanyám, hogy ne bízzanak az én apámra, el a temesvári úri fiúra ennyi pénzt, egy ékszer, mert akkor talán nem is jön vissza. De a nagyapám még többet tett hozzá, és hát utána átgondolva valószínűleg azért, hogy ne jöjjön vissza. Azért, mert engem akart a nagyapám, mindig fiú gyereket akar, és még fiatal férfi volt. 1900-ban születtek, mind a ketten a nagyszüleim, az anyai nagyszüleim, és ezt ez mondjuk én 46-ban született, tehát 46 évesek voltak maximum ketten, akkor amit hát a mai világon talán apának például nem is annyira idős ember, 46 éves ember, és a nagyapám boldogan és büszkén tartott magánál, az édesanyám pedig, mivel egy szobakonyhába laktak a nagyszüleim, annak ellenére, hogy módos emberek voltak. És egyszer megkérdeztem tőlük, hogy hát ti mégis kereskedők vagytok, miért nem vettetek egy nagyobb lakást, miért élünk még mindig, velük laktam, miért élünk még mindig egy szűkös szobakonyhás lakásban. És ekkor azt mondták, hogy azért, mert ők úgy gondolták, hogy úgy vonulnak vissza a kereskedelemtől, a piaci stamptól, hogy háztulajdonosok lesznek, házat akartak venni. És ez megint a magyar történelem, hogy mikor már összegyűlt annyi pénz, hogy házat vegyenek, többemeletes házat, akkor arra gondoltak, hogy sarokházat kéne venni, ugye már az nagyobb és több, és így, és tovább gyűjtöttek, de akkor lepecsételték a pénzt. Akkor megint feltornázták magukat, de akkor meg újból lepecsételték, szinte napokkal azelőtt, hogy megvehették volna azt a házat, így végül maradt a szobakonyha, de azzal ők elégedettek voltak, hogy egész nap a piacon, vagy a kereskedelemben voltak a termény felvásárlás. De hogy a korszak változott, ugye át és így tovább, de minden esetre a halálukig kereskedők maradtak, és én mindig úgy láttam magam előtt őket. Ezt a házaspártnak igazából a szüleim voltak, nekem a felnevelő szüleim, hogy ott állnak a standban, körbe hátul zsákok, ugye nyitott a stand, nagyapám alapban vannak alapban, így kötényben, barna korpásban, zakóban, birgeli csizmában. Mindig szeretett volna hasonlítani egy földbirtokoshoz, ez nem is tudom, gyerekkorában határozta ezt el. És akkor az ő apja egyébként baptista lókereskedő volt. Úgyhogy az sem volt egy rosszul eleresztett ember. És az édesanyám, tehát úgy lettek ők a szüleim, a felnevelők, Tajkálin, hogy az édesanyám az a kettes számú autójavítónál ment el dolgozni, mert gyors gépírónő volt, nyelveket tudott ki, és egy barátnőjével lakott együtt, és hát természetesen apát akarta a fiának, gondolom én, mindesetre az élet azt kérdázza, egy apát akarta a fiának, és úgy akart visszajönni értem, a szüleihez, hogy elviszette.
És mindig ez lebegett ez a veszély a nagyszüleim helyett fölött, hogy az édesem egy nap eljön és elvisz engem, és úgy féltette, úgy szerette, hogy én a 6 éves koromig boldog voltam. De nem is tudtam, hogy létezik más a boldogságon kívül. Én hát úgy emlékszem vissza erre a korra, hogy egy olyan udvaron nevelkedtem, ahol 10 szobakonyhás lakás volt, gyerek nem volt egy se rajtam kívül hosszú évekig, de aztán fiú gyerek nem volt ott, és valami az első világháborúból származó emberfajta élt ott, magányos idős asszonyok, nagyon sok volt a hadirokkant férfi, Sas bácsi az mindig, akinek hiányzott a két lába, és föl volt tűzve a nadrág szára, egy ziherhájszűvel, és kolószékben ülve, tehát zsugázott az udvaron, és amikor elmentem mellette, akkor mindig odaszólt, hogy Géza, kapsz egy forintot, szarjál be. És én pedig elégettem a fakanalakat, azért, mert a nagyanyám, hát azzal vette a fenekemet, de az jelképes büntetés volt a bevakártal, és én pedig, és elkezdtek, eltűnedeztek a fakanalak, és akkor a nagyám nem értette, hova tűntek, és egyszer csak a nyitott ajtón keresztül az udvarról benézett Karolinka, az egyik szomszédasszony, és futott a nagyanyámhoz, és mondta, hogy viceget, mert vas lába volt az egyik lába, oda ment, és mondta, hogy a gyerek most üzeni el az utolsó fakanalat, mert a konyha is forrehez beraktam be, mert arra voltam, gyerek ezért. És a nagyanyám oda rohant, kikapta, vízcsap alá tette, és azzal vette a felekemet. Én pedig rohantam az udvarról, és akkor Sas bácsi oda szólt, hogy Géza kapsz egy forintot. Csak azt mondta le, hogy igen, mert azt mondtad, hogy szarjak, hogy kapok egy forintot, szarjak be, hogy beszartam. Nem most szartál be, mondta a Sas bácsi, és ilyen viták voltak az udvaron, de ez mind szeretetteljes, és nem volt veszélyes. Ezekre, de hát nagyon sok ide remiszem, de ezzel nem mutatom a hallgatóságot. Történt valami közben, amit itt a magyar epidemiológia is ír. Szeretném felolvasni tudományos bizonyítékként ezt a lábjegyzetet. Ja, és hát fölkérdezem, hogy van egy novellám nekem, ami arról szól, hogy én hogyan voltam diftériás. És akkor engedélyt kértek, hogy közölhessék ebben a járványügyi labban. És akkor kérdeztem, hogy miért. És mondták, hogy mert ők a diftéria járványról írtak szakcikkeket, és ez egy irodalmi példa lenne arra. Most először is a lábjegyzetet olvasnám föl, az egy tudományos szakszöveg, mégiscsak, de epidemiológusok írták. Azt írták, hogy a szerző 1949-ben, tehát tudományos bizonyítékon van. 3 éves gyermekként érte túl a budapesti diftéria járványt. Ekkor a fővárosban a diftériás morbiditás 100 ezer lakosra számítva 248 ezerre ugrott. Megjegyzem, hogy Johan Béla és munkatársai ténykedésének következtében Magyarországon egy belügyminisztériumi rendelet már kötelezővé tette minden gyermek diftéria elleni beoltását élete második évében. Imponáló eredmények születtek, 1938-ban 100 ezer lakosra már 68,9 megbetegedés jutott, miközben Angliában 159,8 is így tovább. A háború után azonban még hosszú éveknek kellett eltennie, hogy a rendszer újra működjön, elvesteném bele. Jelenleg a betegség hazánkban évek óta nem fordult elő, ez kizárólag a következetesen magas arányú átoltottság eredménye. Ez utóbbit jól igazolják a szovjet utódállamok eseményei, ahol a politikai változások zűrzavárban kitört járvány 150 ezer megbetegedéssel és 5 ezer halottal járt. Most Magyarországon sem volt 49-ben vakcina, vagy szóval oltás, mert az nyugati. Ugye, és a Szovjetunióban sem volt, és akkor már orosz érdekszférában tartozunk 49-ben bőven. És ezért az orvosok nem tudtak mit tenni, elkülönítették a különlegesen súlyos esetek.
És az egyetlen megoldás az, hogyha szakmányban jégemencést alkalmaznak a különösen súlyos eseteknél. De ha ekkor bármi műhiba történik, vagy bármi haláleset történik, ők a felelősek, ezért nem alkalmaztak jégemencést. Az én nagyapám viszont bement a kórházba, magával vitt egy kiló aranyat a zsebébe, és kiválasztotta a fülorgégészeknek a tábláján a nevet, és a neve alapján választott ki egy orvos, egy talán ismerős lesz néhányok számára, ez egy fülorgégész dinasztia valóságos, dr. Szolga. A Szolga, én kapuajamban látom, hogy fülorgégész dr. Szolga, azóta talán az unokájuk lehet, vagy valami. A nagyapám ezt a nevet választott, hogy dr. Szolga János. Felkereste ezt a dr. Szolga János, és megbízta azzal a kezében nyúl az aranya, hogy az elkülönítőből vegyenek ki engem, mert én már az elkülönítőben volt. Csakkor onnan kivettek, jégemencést alkalmazott ez az orvos, álljon el az Isten, és így megmaradtam. Ezt még következőt hozzá kell tennem. Ugyanakkor, eközben a nagy krízis idején, majdnem a ház lakóival együtt a környékbeli Szent Rita kápolnában könyörgő misét mondatot értem, és egész nap imádkozott a ház összes női lakója, és én a kezemben egy Jézus képet kértem magamhoz. Ezt a nagyanyám tette bele természetesen, hogy ez óvjon engem. Most aztán, mikor hosszú lábadozás után elfelejtettem beszélni, itt nem tudtam járni, újra kellett járni, és így tovább, kiderült, hogy megúsztam, akkor vitatták a nagyszüleim között, hogy kimentett meg engem. Nagyapám azt mondta, hogy engem a pénz és az arany mentett meg, a nagyanyám pedig azt mondta, hogy Jézus Krisztus maga, és erre egy példabeszédet is mondottam, hogy benne lesz a mondanában, és a vérzéses asszony esetét a Szentírásban. És akkor ezt a mitát sosem döntötték el, és kétfelől mondták nekem, és ilyen nevelésben volt részem, egyfelől az anyagiasságra nevelt a nagyapám, rengeteget tanultam tőle, például azt, ha pénzed van, sosem mutas. Vagy az, hogy adott egyszer egy komoly összeget, mondjuk abban a korban 20-10 forintot, vagy 20 forintot, és akkor a közben álló kereskedő azt mondták, hogy na de Veremény úr, miért ad egy ilyen kisgyereknek ennyi pénzt, akkor nagyapám azt mondta, erre emlékszem, hogy mert a pénz oda szeret visszamenni, ahol már volt egyszer. Ha most adok neki pénzt, pénze lesz később. Ez az aranyra is valóta, hogy az arany is a szülő, az első tulajdonosához szeretnek visszamenni. Tehát a rengeteg arany miatt megölt ember ezt szápolja. A nagyanyám pedig a szent írásra tanított engem, és a szentek életére, és a túlvilágra. Tehát két ilyen vélemény között örülöttem. És mivel filmet csináltam később a nagyapámnak erről a Eldorado című filmet, erről a Hogyan mentett meg engem, éreztem, hogy tartozom a nagyanyámnak is, a másik filmnek is, és ezért írtam szegénynek egy másfél oldalas modellt. Na most az ő szempontjából írtam meg ezt az írást, ami szintén igaz. Szintén igaz, bármilyen furcsa, tehát tulajdonképpen, ha jól számítom, itt azt írják, hogy egy 3 éves gyerek, tehát mondjuk egy 3,5 éves gyerek. Az a cím, hogy Jézus újságot olvas. Új volt minden a világban, mert gyerek voltam. A fazék fényesen súró vált a tűzhelyen, Sámira fellépve pirosában magamat láttam tükröző. Borulni kezdett a Sámira. Elestem. Felálltam. Körbejártam a lakásban, amit nemrég rám zártak a felnőttek, hogy elfussanak az orvultát. És lett a szobában, megint csak a saját képembe ütköztem a padlói gereszkedő tükörbe. Hosszan összenéztem benne. Akkor kezdődött. Az arcom egyszer csak pirosra változott,
a szemem nagy lett és ragyogó. Ezt tetszett nekem. Majd idegen erők jelentkeztek. Öklendeznem kellett, hajlongalom, és amikor felfel tudtam egyenesedni, ugató köhögés tört rám, és legörnyedtem, rohanni kezdett felém a padló. Puhán estemel, rábíztam magam. Különböző helyekről felnőttek mutattak elő, aggódva futkároztak körülöttem. Értettem a szavakat. Az, hogy a beteg gyerekük vagyok, semmit sem csodálkoztam. Mondták egymásnak, kórházba visznek, amikor elnyert minket egy nagy épület, majd elborítottak engem kisebb és piros kőházat között egy fehérágy. Sikerült félrefordítanom a fejemet, oldalt úsznak el a képen. Jól rájuk visszamutam. Tovább ismerkedtem a világot. Sötétség ereszkedett rám akadozva, meg is engedelmeskedtem. Még az történt velem, hogy feltettek valóvá, ami magasan volt. Valami egyenes polcra. Sokáig lehettem ott a sötétség mélyén, mert csontcsoványon ébredtem magamnak. Akkor már fehér ágynemüvet körül, vasárnap voltam, szűk szobában, a felnőttek az ajtóba érezett üvegalap mögül néztek be rá. Négyen szorongtak ott, mindenki sírt, nem tudták, hogy értem a szavaikra. Azt mondták egymásnak, már nem ismerem meg őket, és ebben igazuk volt. Azt is mondták, már biztosan meg fogok halni. Rámozdítottam a szememet a takaróra. Egyedül a kezemből tudtam, hogy az enyém. Annyira vékony lett a kezem, fel sem emelhettem a fogdolcot, csak a hüvelykujjamat tudtam félrehúzni valamennyire, egészen addig, hogy a tövében kifeszüljön egy bőrredő, ami átlátszó volt és lína. Ezután a másik kezem irányába fordítottam a szememet. Azt a tenyeremet fejét tudtam húzni. Volt benne valami. Rövidesen elaludtam. Felébredtem valamikor máskor. Volt valami a kezemben, amit előzőleg beletett valaki. Felhúztam a lábamat, két térdem felemelkedett, egy kék került a szemem elé, amely a kezemben volt. Világos színű ember nézett a szemembe, a képről lelógó haja körül egyenes fésből. Addig figyeltük egymást, míg haza nem vittek a kórházból, vissza abba a szobába, ahol előzőleg életben voltam. Ott is ágyban feküdtem. Egy asszony magasodott fölém, vizsgálgatott, közben fekete fejkendő csomozott az álla alá. Azt mondta, hogy ő a nagyanyám, és sírva fakadt, amikor mindkettőnk számára kiderült, hogy elfelejtettem beszélni. Ezután gondjaiba vett engem ez az asszony. Velem maradt nappal, mellettem aludt éjszaka. A fülembe sújtosult, hogy nézem csak a kezemben lévő képet. Azt mondta, lám csak erősödöm, és ezt Jézusnak köszönhetem, ő az, aki visszanéz rá. Az asszony én hozzá imádkozott, adjon erőt nekem, és ő meghallgatta őt. Mert nézzem csak, elősugárzik Jézusból és fényesség. Egyik este közös takaró alatt egy példát is mondott erre a sötétségben az asszony. Hogy volt egyszer réges régen egy nagy beteg nő, és gyógyulás remélve Jézustól belement a rajongók tömegébe, a közelébe furakodott, de nem merte megszólítani őt, mivel vérzéses volt, tisztátalan, és félt, hogy megkövezik. Csak nézte, hogy a gyógyítója előtt elhalad, és hátul a köntösélő négy kékszínű borcsüggal áll. És az a nagybeteg vérzéses asszony félelmében csak futólag mente megérinteni a libegő borítok egyikét. De Jézusnak ez is elég volt. Megtorfant, és anélkül, hogy megfordult volna, hangos szóval azt érte, kinyúlt hozzá. Ugyanis megérezte, hogy valami kiszáll belőle, mert neki még a köntöse pontja is erővel voltak vele. Gyógyító erővel, aminek én az életemet köszönhetem, mondta az ágyban mellettem az asszony. Nyár volt, nyitva állt ablak, konyhajtó. Nagyanyám kenyérjét. Az ágyban vártam valamire, nagyon világos volt. Konyhán keresztül az udvarról bejött a szobába egy ember, fejéringet visel, két madrágot, aminek az egyik szárán a szerelő zsebből egy összehajtogatott újság állt. Nagyanyámat kereste. Azonnal tudtam, hogy ő az, Jézus. Beszélni kezdtem ő hozzá, csodálkoztam, hogy tudok beszélni. Mondtam, nagyanyám kenyérért van, mindjárt jön. Ekkor ő leült egy székre azzal, hogy megvárja,
vette az újságot, zörögve szétrántotta, olvasni kezdte. Az elejét érezve megint beszélni akartam hozzá, de nem találtam szavakat. A nyakán hátul világos tőke hosszú piék mellőzte. Időnként rám nézett az újságtól. Azt mondta, motorral jött Jászkózsáról, és hamarosan vissza kell térnie onnan. Szemének hatására én felültem az ágyba, aztán a padlóra tudtam lépni. Oda mentem a közelébe. Összecsapta, eltette az újság. Felállt. Lenézett rá. Én egyre csak gyógyultam, erősödtem az ő erejének közelében, még az ártán mellett is elengedte a kezem. Hogy neki most már mennie kell. Nagyanyámnak azt üzeni, őről életben talált engem. Elment. A következő az volt, hogy mezitlán váltam a padlón, amikor a kedves asszony visszaérkezett. Magasan fölém jött, felkapott az ágyban. Azóta is éve. Már így van az rövid. Így van ez a rövid novella, ami a gyermeki fantázia túltengéséről is szól, viszont talán ezért érthető az, amit Jézus mondott, hogy engedjétek hozzám a kisdedeket, hisz azok ismerik fölül látszik ezeket a dolgokat, és mert azok várnak ilyeneket a világból. És ebben nagyon nagy szerencsém nekem, hogy a fantázia, túltengő fantáziai gyermekkoromban, 6 éves koromig ott nevelkedtettem a nagyszüleimnél, de édesanyám, aki meg szokott látogatni természetesen, én úgy hívtam, hogy Évi, ahogy mindenki hívta őt, és ő pedig nem tetszett neki, hogy ebben a környezetben nevelkedem, hiszen ő el akart jönni, és durva környezetnek tartotta, azt akarta, hogy nadrágos ember legyen belőlem, nem a Teleki téren a nagyapám segédje, vagy a durva részeges emberek között, akik fantasztikus jó emberek voltak egyébként gyerekkel. De nem akarta onnan ki akart szabadítani, el akart hozni, ebben a világnézetünk nagyon különbözött, és 6 éves koromban megjelentett iskola kezdés előtt, tehát valamikor augusztusban is bemutatott egy világos szőkehajú fiatal férfi, a sebészorvos, ott egyébként akkoriban fejezte be éppen az egyetemet, vagy még utólag tanult, mert ugye a második világháború idején volt medikus Budapesten, nagybár a polgármesterének a fia, hogy újabb Erdély menekült a 6 éves olyan hálójában, és De olyan, és ez a férfi, ez a fiatal szőke, nagyon jó képű fiatal sebészorvos, ez ugye a második világháború idején kikerült halléba, mert kivitték az összes egyetemisták, orvos, medikus ilyeneket nyugatra, a frontnál az oroszok elő. És akkor onnan halléban érte utol a frontot, bombázták őt, úgy, ahogy az én édesszüleimet, ugye Bécsbe érte utol a frontot. Halléban érte utol a front, úgy jött vissza Magyarországra, de nem ment vissza Nagybányára, mert mint később kiderült, az ő apját nem sokkal a háború után háborús bűnösnek nyilvánították, mint nagybányi polgármestert, és felakasztották. Ez szokott ottani Erdély, hogy is mondjam, sokágú zűrzavarnak volt az egyik jellegzetes alakja ő. Erdély Szász volt az apja, úgy hívták, hogy dr. Rozner István, az apja pedig szintén Rozner István, vagy is a Rozner István, ő volt nagybányi polgármestere, és az édesanyja belehalt a szégyenbe, ebbe a megpróbáltatásba, és természetesen hogy ő Magyarországon van. Viszont még egy volt, hogy nem csak ez volt vele, hogy a háborús bűnös fia volt, de aminek a híre nem jutott el Magyarországra, vagy nem vették ilyen komolyan. Már akkor ugye a származása miatt sok ember bujkált, vagy leplezte magát, vagy rosszul járt. Romániából nem mert visszamenni, viszont
Magyarországon is hallgatnia kellett a származásáról. Ezért, de is még egy volt a nagy keresztje az életének, hogy fiatalkori cukros volt. És az azt jelentette, hogy a karakterét is megrongálta a betegsége, vagyis hát időnként rosszul létek, hát abban a korban az inzulin, tehát ő adta be magának, stb. Nem kell magyaráznom. És rövid életet jelez a fiatalkori cukrosság. Ugye az idősebbkori cukrosság az sokáig élhet azzal, hogyha érdemesen kezdődik. Az ifjúkori cukrosság az annyira megrongált immunrendszer, hogy előbb-utóbb valami elviszi. Így is történt a későbbiekben. És nagyon különös ember volt, én pedig imád különös fiú voltam, hisz dédelgetett kedvence voltam egy udvarnak, egy egész udvarnak, és mindenki a világ körülöttem forgott, és mint ilyen, nem jól értettük egymást, így is lehet. De rövidesen apukának hívtam őt, ahogy az édesanyám megszabta, és közölte, hogy őt is édesanyámnak kell szólítani. Tehát ma is így szólítom, hogy édesanyám, és apuka gondolatban a nevelőnkám. És apuka meg én rosszban voltunk. Ahogy növekedtem, egyre rosszabb. Na most akkor, ha az életem első szakaszáról 6 éves koromig beszéltem a boldogság szakaszról, akkor ez 6 éves koromtól 16 éves koromig tartott, ez az együttélés. Hát és ráadásul a nevére vett a nevelőapám, hogy én, ja ezt nem is mondtam eddig, Vetró Gézaként anyakönyveztek, az édesapám is Vetró Géza volt, és őt egyébként az édesapámon 14 éves koromban ismertem meg, akkor látogatom meg ezt a részét, ezt azért hadd ugorjak előre az időbe, ezt hadd mondtam el, mert ez is a korszakra volt jellemző. Most én 14 éves ugye a 1960-ban volt. Emlékszem azon a napon, csupa jel volt, nagyon érdekes volt, mert 1960 májusában, és ha 61 májusában volt ez, akkor 61 májusában, de minden esetre azon a napon, amikor Gagarint az első szovjet űrhajós fölérték a világűrbe. Aznap ezt még az iskolában is mondták nekünk meg minden, és én az iskolából jövök, villamosra szálltam, és lementem a Teleki térre, akkoriban én az apukámnál és édesanyámnál laktam, de ők éppen dolgoztak napközben, és ilyenkor lementem a Teleki térre ebédelni a nagyszüleimhez. Megebédeltem a stamban vagy a lakásban, és úgy mentem hazaérni a leckét. És egy ilyen napon, amikor Gagarin fölülötték léptem, aznap oda mentem a stamhoz, és a nagyapám fogadott, és azt mondta, látszott az arcán, és rámutatott egy fiatal férfira, aki félig ült egy zsákon, alunkamádban, és azt mondta a nagyapám, hogy na ki ez, mit gondolsz? És ránéztem, mivel láttam róla fiatalkori képet, de valójában a nagyapám viselkedésével azt mondtam, és tudom, hogy egyszer eljött az apám, azt mondtam, hogy az apám. És erre a férfi elém állt szépen, akkor is azt a fiam is megölelt. Ez viszont már nem tetszett a nagyapámnak, mert úgy gondolta a fejéről, hogy nehogy már én bedőljek a fejének, aki meglépett a pénzzel. És úgy gondolta, hogy ide, de ugyanakkor hát tudta, hogy édesapja mégiscsak a gyereknek, de azért vigyázik, és ott volt felügyelő. És ezt a szempontját a nagyapámnak, a ravasz kereskedőnek előre bocsánatot, itt már érthető lesz a következő helyzet. Azt mondta a apám átölelt, és azt mondta, hogy fiam, azért nem tudtam, most jövök a börtönből, azért nem tudtam, ez 56 után volt ugye, 4 évben, azért nem tudtam eddig eljönni hozzád, ja nem. Kérdeztem, hogy apám, ekkor közbevált. Mennyit is ültél, Géza?
Hát mondták, 4 évvel csak. Most jövök a börtönből. 56 után csuktak le. És akkor egyszerűen ez 61-ben volt, szóval nem mindegy. Meg kell néznem, hogy Gagarinukot öték főzsadatokban. És akkor akkor én már rögtön tudtam, mivel kereskedő unokája voltam, az nevel, hogy 10 évről se tud elszámolni. 14 éve nem láttuk egymást. És azt mondta, ő folytatta gyanúkkal tovább, hogy ezentúl följárhatsz hozzám, megadom a címemet, itt van a közel a Baros utcában, van egy öcséd a mostani feleségemtől, és az is nagyon szeretne látni, és gyere el hozzám, írd fel a címet. Hát mondd meg, megjegyzem. És akkor a nagyapám megint közbe vágott, és azt mondta, hogy te érezted, hogy veszélyesen közelünk egy kis laszba. Hozom neked egy olyan, mondta a pap is. És erre a nagyapám ránézett az apám, és annyira naív volt ott a felekidő, hogy azt mondta, hogy neki adott semmi. Ebből rögtön tudtam. Valamit hozott, eladni a nagyapámnak, mert megszólult is börtönű támban. És még egyet mondott az elejére visszakérdezően. Most jövök a börtönből, tudod, lecsuktak ezek, mert nem úgy táncoltam, hogy ők kütyült. És akkor neki adott Sándor. És akkor tudtam, eladott valamit a nagyapámnak, és nem miattam jött le, hát. És a nagyapám nyilván mondta, vagy mit, vagy én közben jöttem, értelem megjelentem. Tehát ez még, akkor még ez jó volt neki, gondolom, hát nem azért akart előre elmenekülni, de nem ez volt a fontos. Tehát erre figyelmeztet a nagyapám. Valamit hozott neked. Neki adott sárga. És a nagyapám így benyúlt a zsebébe, és előhúzott egy karórát. És azt mondta, hogy aranydobza, mondta a nagyapám. Egy aranydobza karórák volt. És ekkor én elvettem tőle ezt a karót, neki adott Sándor, ja nem, így mutat, neki adott Sándor. Hát tudod, miért szép ez? Minden szóval, hiszen pontosan én a szóval. Tudod, miért szép ez? Én kaptam az apámtól azzal, hogy majd add a fiamnak. Akkor mondom az volt. Viszont most eladtad a nagyapámnak is, és meglepődsz, hogy szóval a nagyapám jól intézte a beszédet. És ekkor én elvettem a karórát, és odaadtam az apámnak, és azt mondtam, hogy akkor tedd el addig későbbre, majd akkor adod. És erre az apám úgy ilyen járatlan volt a telekítén, azt mondta, de hát ez már ki van fizetve. Arra gondolom, hogy vissza kell adni a pénzt, ezzel igazolódott minden, a nagyapám jól visszavezette. És akkor a nagyapám mondta, hogy mondom, de nekem nem kell most. És akkor a nagyapám azt mondta, hogy nem, más nincs át, csapottak. Akkor vettem észre, hogy a vétós, hogy nagyon foszladozott a cím az órának. Nyilván már ilyen kopott dolog volt, de aranydobza volt valóban. Hiszen a nagyapám értett hozzá. És előszakta is azt mondta, hogy nem, az arany is oda akar visszajönni, ahol volt egyszer, legyen arany az én, tedd föl. Az apai nagyapától kaptam, nem tudnáig. És jó, a beszélgetés további részére nem emlékszem, megadta a címét, a Baros utcában elkezdtem járni hozzá nagyon. De viszont arra ilyen, hogy utána gyalog mentem a Népszínház utcába, a Népszínház a 35-ben a Telegi térről, fölmentem a lakásba, kinyitottam az ajtót, leültem a konyha asztalhoz, kitettem a leckémet, és így föltettem a kezem az asztalra, és oda néztem, és a csuklóban nem volt ott a karóra. Elvesztettem útközben. Leesett. A rövid úton tudom, hogy tehát a Telegi téren vesztettem el. De hát tudjuk jól, hogy ahogy szokták mondani, hogy eltűntél, mint az aranyóra szokták mondani, mert az aranyórák eltűnnek, ha nem figyelnek rájuk, és sosincs gazdájuk utána, hogy hol tűnt el.
Tehát nem is tartottam érdemesnek visszamenni érte, vagy kell megnézni a Népszent utca rövid szakaszát. Úgyhogy ez volt az Aranyboxa története, de járni kezdtem az édesapámhoz, megismertem az öcsémet, aki azóta Los Angelesben él, mert az apám Tamásnak nevezte. És azt mondta nekem, hogy tudod, hogy miért neveztem el Tamásnak? Azért neveztem el Tamásnak, mert a Bécsben a második világháború után, meg a második világháborúban minden amerikai katonát Tominak hívtak. És csodája egyik nap valóban fölmentem, és kiderült, hogy Tomi 18 éves korában elment Amerikába. Eltűnt Amerikába. Ami szintén apám börtön idejével függ össze annyiban, hogy rögtön megkaptam, de 56-os fogoly volt a édesapám, és azokról lista volt. Az Egyesült Államokban előbb megkapták az állampolgárságot és a kiutazási lehetőséget. Így, mint szabadságharcos. És mert szabadságharcos is volt azért aranydoxás édesapám. És akkor, jó, hát ez még ugye akkor ez 14 éves koromban lehetett, és akkor utána történt az én szabadulásom. Az én szabadulásom azzal kezdődött, hogy teljesen véletlenül, hangsúlyozom, teljesen véletlenül. Bukásra állt a fizikából. Azért állt a bukásra fizikából, mert a tanár az nem kedvelt engem, tehát én hiába tanultam, lehetett látni, és az a tanár behívatta a nevelőapám. Az egy nagyon szigorú nevelőapám, aki mondjuk ki azt, többször megvert engem, tehát egy nagyon szigorú, nagyon komoly erkölcsöket hozott nagybányáról. Tehát őt is úgy nevelték, onnan tudom, hogy őt is úgy nevelték, mivel mindig mondott egy visszatérő mondatot, miközben ütött engem. Azt mondta, hogy fáj, nekem még jobban fáj. Hát ezt ő nem találhatta ki. Ezt neki mondták gyerekkorban, ezt az apák, akik legették a filmkat, ezt mondták, ezt éreztem, hogy ez egy hogy is mondják, epitetó hormászok van, tehát visszatérő, igen, bocsánat, tehát mellé találtam. Hát nem diszidő. Kicsit igaz. De tulajdonképpen egy visszatérő mondat lehetett, ami családtól, az apák mondatról. Fájt nekem, mint mondom. Nem fájt neki, és mindig titokban történt. Ez édesanyám pedig próbál közvetíteni a két rossz férfi között. És megmagyarázni, és többek között így értesültem a nevelőapám apjának a haláláról, anyámtól, hogy értsen meg ez a tragédia történt a családjában, értsen meg, hisz a betegségét is mondta, cukorbeteg, tehát magyarázta, valami engem is magyarázott a nevelőapám által, de idő múlva észrevettem, hogy már nem magyaráz, már nem áll az én pártomon, hanem ő is elítél. Sikerült bebizonyítani, hogy én egy nagyon rossz fiú vagyok. És nem voltam rossz fiú egyébként. De tényleg, hogy bukásának a fizikából, és ezért a tanár beivatta a nevelőapámat, és azt mondta, hogy egy műszaki egyetemista fiú, az szívesen ad a külön órát nekem, hogyha megfizetik, hisz hát orvos, ugye, elnak a pénz a fiának, a rossz fiának a bukására megakadályozni. És akkor ez a fiatal egyetemista azt mondta nekem, hogy ő mindig súlytemelni jár a műszaki, a MASZ-nak, a műszaki egyetemnek a klubjában, menjek le oda, és ott a súlyemelés szünetében tanítom engem, és nem is ártam, hogy kéres vézma vagyok, ha én is súlytemelni. Elmentem súlytemelni, illetve nem, elmentem a fizikát tanulni, így nagy kegyelmesen átmegyettek hármassal, és akkor fizikát tanulni, de beállított engem az a műszaki egyetem, és így sem ér súlyt, mondta, és megcsapta a tarkómat, és elkezdtem súlytemelni.
És nem tudom, honnan örökölt, mert vannak ilyen őseim, mindenféle lókereskedők is vannak közül, meg földművesek is, mindenféle fajta van, hogy egyszer csak, hogy nagyon-nagyon gyorsan az izomzaton látványosan mennek. Mint a felfújtakon, én magam is elcsodálkoztam, és éppen abban az életkoromban, olyan 14-15 éves koromban, amikor hamaszolni kezd az ember, bajuszatámat, mutálva hangja, maga se tudja mi baja, a hormonom az agyára, és akkor furcsát vettem észre a nevelő apámon, hogy másképp kezd nézni rám. Mert sosem tudtam, hogy mi áll az ő agyában. De úgy nézett rám, mint a riválisok volna. Szóval gyanakodni kezdett rám. Észrevettem, hogy egy reggel azt hittem, hogy az, aluszmán a szomszéd nyitott ajtó szobába, és oda mentem vasárnap reggel lehetem, és oda mentem a tükör el, és így nézegettem magam az én szobába, és ezzel a tükörben észrevettem, hogy a nevelő alatt figyelt fölükére nézve. És az az arckifejezés, az a világos kép, száz tekintetben, ahogy nézett rám, akkor megértettem hirtelen, hogy ez a férfi, ez bizalmatlan, de nem persze az nem is volt boldogi, hanem ez rivalizál. Ez azt gondolja, hogy én azért nézegettem az izmait, nem azért, mert ilyen kamasz vagyok, hanem vagy arra, hogy ismerkedett testemmel, vagy valami, hanem azért, mert én készülök valamire. És mintha rávezetett volna arra, hogy legyek a riválisom. Ez nekem eszembe se jutott volna, komolyan mondom, én azóta sem vagyok. Nem vagyok egy rivalizáltató. De úgy nézett rá. És még egy furcsaság volt, hát bocsánat, hogy bevezettem a családi történetbe önöket, tehát ezt ígértem, hogy akkoriban merült föl, édesanyám van a gyanú, hogy a nevelő apám megcsalja őt. Hát mi ez szó? Szóval mi fordul elő orvosokkal, hogy az asszisztens nővére. És akkoriban történhetett ez, és mivel ő szigorú katolikus nevelést kapott ember volt, lelki furdalása volt emiatt, és így valahol, mint mély pszichológus, így állítom össze a képet, mondom, de nem értem pontosan az eseményeket. Ez az ember elkezdett engem mint riválisát figyelni. De nem csak mint riválisát, hanem kerülni kezdett engem, és mindenben támadást látott minden szavamban, és egészen biztosan nem voltam támadó jellegű vele soha, hanem én csak meg akartam úszni őt. Vagyis a figyelem becsukódott, nem figyeltem rá. De egyik napon az történt, és tulajdonképpen ez részben igazolja, hogy második gimnázium után az utolsó tanítási napok egyikén elhagytam az iskola, a Vörösmarty gimnáziumnak az épületét, a többi diáktársamnak, és észrevettem, hogy két osztálytársam kulcsokat próbál be az iskola, mint soha. Látszat is így. Mondom, mit csináltam? Azt mondta, hogy az apámtól hoztak el, mondta az egyik 15-16 éves osztálytársam. Ez csak olyan minden autónak a zárját, minden azonos típusú autó zárját ugyanolyan típusú kulcs nyitotta. Tehát egy Skoda kulcsa kinyitott az összes Skoda hajtót. És valahogy így volt ez. Magyarországon akkoriban. És az apja Skoda fizet, és Skodákkal nyitogattak, és nem sikerült kinyitni. Mondták, hogy ez nem megy. Mondtam, jó van, szevasztok, és abban jön a kinyitott. Mondták, ülj már be te is, elmegyünk egy kicsit alatt. Beültem hátra, az a sarkon meghagyarodtunk már egy rendőr. A rendőrök elkaptak minket, és felültek a rendőrség, értesítették a különbözőt. A két osztálytársamat kicsapták a Vörösmarty gimnáziumból,
és a, engem pedig Budapest összes középiskolájából kicsaptak, tekintettel nem tudom, hogy arról tudtak, nem tudom megmondani, hogy mi volt ez, ez valami, ez a megkülönböző, holott én esküszöm, miért nem a rendőrségem vagyok, minek haladnám, csak beültem hátra hozzájuk, minden. Nem akarok mentegetőzni, nem is, de ilyen voltam. És akkor a nevel, és akkor hazamentem, és értesítették előre a szüleim. Akkor az édesanyám az elrohant elintézni, hála jó Istennek, elintézni, hogy akkor valahol vidéki kollégiumba szervezem nekem helyet, és pápára, ez volt a legnagyobb szerencséje, pápára helyezett el. És ott a ókollégiumba, ami több dologból nevezetes, Petőfi, Jókai, nem mondom, hogy oda jártak, mert kiderült, hogy magánházaknál ott van ő, de oda jártak be, mert ott volt a tanítás, abban a korban, amikor ők ismerik voltak, de nagyon sok híresebben járt oda, de nem csak az, hanem egy olyan hagyománya volt ennek a kollégiumnak, hogy bár szigorúak voltak a felsősök, fokozták az alsósokat, de mégis volt valami, én számomra nagyon megmutató. Én szerettem oda járni, és onnan a tő gimnáziumban. És akkor, de igen, de még csak ott tartunk, hogy én hazamegyek az iskolából, és az értesített nevel, ahol egyedül fogad a lakásban, és ekkor szintén a pszichológia érthetetlen dolog történt. Konyhában állt meg, ami a folyosóra nyílik, és azt mondta, kezében tartta egy takkert, és így fogva a rózsájánál. Ezért is egy csúgottató, azt mondta, hogy menj be a szobába, vetkőzze Nesztele, gyere ki megvernek. És ekkor én ugye már súlyenekőként, már két éve elmentem súlyt, és hát mindenki volt. Akkor boldalmas. Hát, nem ígértem. Nem ígértem, igen. Hát minden esetre összeverekedtem a nevelőapámmal. Levetőztem, és akkor úgy gondoltam, meglátva, hát megint gondolom, most igen, tényleg, bocsánat, hogy kell. De meglátva a tütyülőmet, hogy milyen kicsi a rémülettől, hogy hirtelen megharagudtam, visszaöltöztem, kimentem a konyhába, hogy beszélek vele, vagy valamit, és akkor egymásnak. De közben én fogtam magam, hogy akkor is feladom, méltósággal elhagytam a lakást, és soha többet nem mentem vissza. Elmentem a kollégiumba, és azon túl a nagyszüleimnél laktam. Jó, olykor látogatóval visszamentem, már egyetem is akkorra. Szóval onnan a kollégiumból csodaszerű változás történt. Az édesanyám lejött félve, hogy mi derül ki rólam, milyen rossz fiú vagyok, és bement először a vonattal önnek le, és tudta, hogy a következő vonattal vissza kell menni néhány órájában csak, bement egyenesen a gimnáziumba, ez délután kettő tájban lehetett a tanítás után, senki nem volt a gimnáziumban, csak a portás és az igazgató úr, az igazgató irodában, aki egy két méter magas férfi volt, Marosvásárhelyen a Tiszti iskolának volt. Katonakvisz oktató, ha már franciáról tanította a katonakviszeket a visszacsatoláskor. Majd utána kiment nyugatra, és 2000 diáknak, magyar kinti diáknak lett a táborban, a Pogoly táborban, Hollandiában volt, a igazgatója. Tehát ő helyezte őket, ő tanította őket, és onnan jött vissza Magyarországra, és megkérték a piaristák, hogy a Pápai Piarista Gimnáziumnak ő legyen az államosítója. Hogy hogyan is lett fia az államosítást, mondták neki. De ehhez oroszul meg kéne tanulni, hogy legyél te orosz tanár, hogyan is lett az államosítást, és így akkor jobban te hajott, mivel ismertél is te jó. És ez Baranda István tanár úr, igazgató úr
ez a két méteres magas férfi, ez habozás nélkül oda vett engem, a Pestről kívottak, és sose beszéltük egymásra, köszönjük egymásra a folyosón, de a tanáraim már ő érdeklődött, azok beszámoltak róla, úgyhogy a következő történt, hogy fél évig a levelapám írt egyszer egy levelet nekem, hogy írjak már az aggódó édesanyámnak, mert ha nem írok, akkor ő jön le pápára, ő megy le pápára, és attól a Jóisten a bűnöket. És én kidobtam a levelet, és úgy gondoltam, hogy én engem nem érdekel a pestiek, én már szakítottam Budapestre, de édesanyám lejön. Félve, hogy mi derül ki róla, nem a kollégiumba jött hozzám először, hanem bement az iskolába, és a portásnál mondta, hogy kinek az édesanyja, és hogy érdeklődni szeret, és a portás föltelefonálta Balánka István igazgatóra, fülkorjott az irodába, lejött az édesanyám elé, körülvezett az irodába, és azt mondta neki, hogy azt mondom, ennek az iskolának a falán márványtálat fogja hirdetni, hogy az öt fél ide jár. És az édesem azt mondta nekem, neki, hogy no de, kérem, én elkérdeztem a nevet, én a Rózsi Mendézának vagyok. Igen, róla beszélek, róla, azt mondom, legyen büszke erre a fiúra. Az édesem beelment a kollégiumra, beivatott engem, találkoztunk, elmentünk az iskolába szemben. Presszóba leültünk, az édesem elmesélte ezt, hogy ez történt, ezt mondom, igazgató. És rendben azt mondta, hogy Géza, mit hazudtál neki, hogy ezt, hogy így félreveszetted őket, és ezt gondolják rólad, most nagyon mindjárt. Ha megtudják, hogy átvetted őket, és megtudják, hogy milyen vagy, akkor az egész Magyarországról el kell tűnni. És sehova nem lehet már, mindenhonnan. És én mondtam neki, ahogy szoktam, nincs, nem lehet. Nincs de így tudtam meg, hogy mi a véleményéről az iskolában. És azért abból értettem meg, és utána pedig az önképzőkör elmögelett. Sőt, az önképzőkör megalapítója lettem, mert megbíztak ezzel, hogy te legyél az önképzőkör ilyen. És kiderült, hogy különös irodalmi képességeim vannak, mivel egy valamit elfelejtettem mondani, ami a háttérben mindig ott volt. Hogy én 4 éves koromban olvastam már. Tudtam olvasni. Nem emlékszem, ki tanított meg, de 4 éves koromban összetudtam kötni a betűket, és Kuber Vadőrő című könyve, Tóper Vadőrő című könyve volt az, amit először olvastam, méghozzá egy 19. századi fordításban, hát egy olyan, ahol CZ-ben írták meg a C-betűt, olyan könyvben. És hát a CZ ki kellett következtetlen, hogy az C. És utána válogatás nélkül olvastam, amit a Telepi téren lehetett kapni, vagy magadni bombákkal, ilyen füzetes regényeket, és emlékszem, hogy még kisgyerek voltam, amikor Hemingwaynek akiért a Harangszó című regényét folytották le, mivel az baloldali műnek tűnt nekik. És azt olvastam a spanyol polgárháborúban játszódó amerikai könyvet, és hát esküszöm megéreztem, hogy ki milyen író, hogy van, persze, hát a gyerek mindent megérez és tájékozódik. És nem lehet mondom, nem emlékszem, hogy ki, de tanított meg, biztosan nagyapán bízott meg valaki, mert ámban nyúztam, hogy olvasom föl nekem. Hát ez nyilván már 3 éves korról kezdődött. És akkor, igen, és mindig olvastam, és emlékszem, hogy amikor engem büntetni akartak, akkor eltiltottak az olvasástól a nevelőn, bár még ugye egy hétig nem olvasom. Na most akkor utána, ja is, fölvettek felvételi nélkül az egyetem országos tanulmánypályázatot nyertem, amire pápa borzasztóan büszke volt, hogy ilyen diákját, és ott van a táblán a nevem. De most már a Bereményi nevem,
amit én 23 éves koromban választottam magamnak, amikor az első novellás kötetemet ki akarták adni a Magvető könyvkiadónál, és oda jutottam a szerkesztő, és azt mondta, hogy te rossz nem néven nem publikálj Magyarországon, mert Petőfi is Petrovics volt, mondta, és Petőfi lett azért, hogy megjelenes, ami ütlen nagyon, hogy a válasz tegyen, és mondta, hogy akkor a Petróni az jó lenne, az jó, mondták, az sem magyar név. Azt mondta, de az jó, akkor már értettem, miért jó. És akkor azt mondta, és a Peret, és akkor rájöttem, hogy a nagyapám az, aki hát végül is fölnevelt, a nagyapám az igazi apám, és én akkor Berenyi nevet fogom választani. No, Berenyi, jó, szóval még jó. Jó, akkor úgy lettem Berenyi vízes, aztán utána a szerzői jogdíjakat nem adták ki a személyigazolványomra, nekem elég sok gondom lett belőle, és akkor így a Bereményire változtattam a nevemet, és akkor gyerekem is született, szerettem, az is Bereményről. Na de, az, hogy én író vagyok, az a következő hatásban adott a fiatal egyik érdemesnek feltétlenül el kell mondani, hogy a nagyanyám először, még mielőtt megjelent volna a kötetem, már megjelent apjogják egy novellát, és azt mondja nekem a stambban, hogy figyelj ide, azt beszélik itt a piacon, hogy te írsz. Nem mondtam kapásban neki, hogy ugyanán a félidőt, de hogy írom, hogy én eszembe. És nézett rám, látta, tudta, hogy hazudok, én meg tudtam, hogy miért kérdezi, nem tetszett neki, hogy az író az, hogy én bolyim emberem. De aztán meg is indokolt, azt mondta, hogy vigyázz, ha mégis írnál, eszedbe nem sok. Nem? Mert én, amikor kislány voltam, és ő szintén nagybányám volt kislány, ezért életben egy egyezés a helyeknek, azt mondja, hogy az édesanyám azt mondta, hogy ott van kislányom egy tányér meleg leves, fogd és vidd át a szomszédházba lakik egy szegény éhező író bácsi. Na ilyenek az írók. Nem, legyél te egy tévészerelő vagy szívspeciál. És ekkor mondta, nagymama megidézett már le. Na de utána, amikor megjelent a novellás kötetem Bereményként, akkor Beremény Géza a svédkia címe, akkor odaléptem a nagyapámhoz a stabba, és én megmutattam neki, hogy tessék nagypapa, ez én írtam. Ott volt abban a fényként a hátoldalán, és akkor azt mondja, hogy kultadott, és azt mondja, mennyi idő alatt írtam ezt? Nem mondom, hogy 6 hónap. És mennyit kaptál érte? Mondtam, 9000 forintot. Elosztotta, azt mondja, ez neked ebbe a bóni? Neked ebbe a bóni? Hát igen, jó, mert egy pillanat, hogy elfordult, akkor fogtam is el. Én a kötetemet, hogy hát ők sem fog elolvasni, meg hát szóval föl voltak háborodva, és ismertem azt a kettős családi ágyat, amiben reggelente megbeszélték. Vasárnap reggel, ahol a piaci dolgok, de nyilván megbeszélték, de Rózsi, figyelj ide, gyerek ír, mit szólt volna. Szörnyű. Hát ne, figyelj, beszélni kell, mert ez a gyerek mondik volna. Sose tudta, mi az érdeke. És akkor, amikor a diplomát megkaptam, akkor a nagyanyám azt mondta nekem, hogy megkaptad a diplomádat, na most akkor úgy nősülj, hogy délig járj a Perzsába. Ez körülbelül a neveltet, és megértettem, hogy édesanyám miért mondta, hogy el kell menni onnan, de hát megértést másik családi részről se kaptam. Tulajdonképpen a családomban nem volt senki, aki ezt üzte volna, hanem na most hát nem tartom fölöveket nagyon sokáig. Ekkor kezdődött 23 éves koromban, valami 23 éves koromban adták ki az első kötetemet. Azt, hogy hogyan lettem író, az egy írfolyamtársamnak köszönhetem, akivel összebarátkoztam első éves koromban, 19 éves koromban, és akkor azt mondta, hogy megmutatnám novellát. Ez egy nagyszerű, szuggesztív
nagyszerű fiú volt, nagyon tehetséges ember volt. Nagyon furcsán végezte egyébként, de nem szégyellem a barátságunkat. És megmutatta az első írás egyetlen gépetnek voltak, és így elolvasta, és mondta, hogy nagyon jó, nagyon tetszik. Én még sose olvastam gépet, papírról, irodalmi művet. Kellő azt mondta nekem, hogy de te is írsz, ugye, mert látod rajta az adat típusra. Akkor már két napja beszélgettünk egymással. Szüntelen. És akkor mondtam, hogy igen, hogy is jó. Szóval, akkor te is mutasd meg. Mondtam neki, hogy hát, amennyi át kell dolgoznom, még kell, át kell nézni, szégyellem, hogy nem mutattam senkinek. Jó, azt a jó szombaton találkozunk, 6-kor emlékszem, tényleg volt, akkor már sötétben, 6-kor az asztori aluljáróba, és akkor hozd el. Jó. És rohantam haza, két nap volt körülbelül addig, és akkor egy kockás füzetbe elkezdtem, írtam két novellát. Az egyik emlékszem arról szólt, hogy most is megvan, és az édesanyám legépelte, odaadtam neki, hogy tökéletesen képelt, legépelte azt a novellát. Ő sosem akart akadályozni. Nem is biztatott, de azt csinálta. Hát visszagondolva jövök rá, hogy mennyi mindent köszöntek neki, törgődött Pápát is, amit ő akart, ő értett félre. Meg többször, szóval mindig megmentett. Mindig megmentett, olyan volt, mint a szüle, az ő szüle. És elvittem, egyik arról szólt, amikor először látogattam meg a 14 éves koromban az édesapámmal, Baraka Galas utcában. És azt leírtam, nagyon pontosan, és egészen egy kicsit színeztem. Csak annyit, hogy nem volt családja, mint a rendetlen a családja az apámnak, hanem ilyen legény ember lett volna. Tehát magányosan ért, és ezt van szép asszony. Nem tudom, valami ilyesmit írtam bele. És a másik is egyet, három oldalas, három írhát oldalas, két modellás. És elvittem az Asztóriához, és ott várt ez a Bódi Gábor ismerősöm, barátom, mondhatom, igen, és elolvasta átló helyében. Tehát ezt el lehetett olvasni adóban. És azt mondta, hogy tudom, ez egy nagyszerű. Na most nem véletlenül most kértelek meg arra, hogy találkozunk, mert itt van a Próbi Sándor utcában egy társaság, fiatal írókból áll, akik mindig szombaton kényülnek össze, és vigyük el, és mutassuk meg. Jó. És akkor az ember nem tudja soha, hogy pontosan miért csinálja a minőségét, nem akkor tudja. Érez valamit, hogy nem. És akkor elmentünk, ahol 7-8 fiatal ember fogadott, akik 3 évvel lehettek idősebbek nála, de hát olyan 22-23 évesek lehettek. És akkor bemutatott ez a Bódi Gábor, és akkor minden egyszerre, hogy fölé hajolva elolvasták. Egyszerűen 6 ember, 6-7 ember olvassa. És üllapoznak. Hát azért az elég érdekes. És fölnéztek, és együttetlen azt mondták, hogy ez remek, figyelj ide. Te is olvasod a minket, és odaadnál. Na most ez, amit úgy hívnak, hogy referencia csoport, vonatkoztatási csoport, ez a 6-7 fiatalember azóta is nekem a vonatkoztatási csoportban, 70 éves vagyok, de nálam, ja, és hát mondtam, se kell 90%-uk meghal. 5% külföldön él, és egy ember él egyedül. Magyarország az is Bécsben, csak Magyarországról talán. És azóta is rájuk gondolok, bár nem érnek, hogy mit szólnának az, amit írok, és ki tudom számítani. Szóval tudom, hogy vonatkoztatási csoport van fiatal emberek. Még néhányszor találkoztunk szombatonként, fölvittem a friss írásaimat, aztán már nem.
De onnantól kezdve minden irodalmi szerveződésből, vagy mindenbe egy kicsit gúnymosolyral megyek oda, mert ez a csúnya. Ez az igazi. Ez az igazi. És mondanom se kell, hogy mindegyik elvetét jó. Nem írnak már. Nem írnak már, különböző pályákra mentek, akarták, Bódi Gábor elment filmesnek, és később öngyilkos lett, mások szerint megölték, nagyon regényes figura volt, besúgónak számított, de állítom, hogy engem sose sugott be, szóval nagyon érdekes alak volt, lassan megfejtem. Most már tudom, hogy miért csinálta, és ha besúgó volt, az bebizonyosodott megvan az aktája. Ha besúgó lett belőle, akkor ő maga jelentkezett, mire gondolhatott, és miért végezte úgy, ahogy végezte, hogy egyedül az üzletével is beszéltem, és azzal is megosztottam ezt a tudásomat, és ő azt mondta, hogy lehet, nem tudni, ő maga sem tudta pontosan, hogy hogyan hat meg Nyugat-Berlinben az ő férje, akikor kint volt már német film, és akkor ez a film. Hát, akárhogy is van, bármennyire ijesztő történet az övé, akkor is nagyon színes, erőteljes és tehetséges történet. Na, nem volt akárki. Valóban volt buta, szóval nem buta volt, hanem elvédett a lépést. Az ő életét is a történelem és a korszak olyan erővel határozta meg, hogy belepusztult. Na, így lehet mondani. Engem is nagyon fenyegetett többször nem mondtam el mindent, de beleírom a önéletírásukba majd. De én azt hiszem, hogy önök különböző irányoktól, különböző szinten, különböző módon, de szintén nagyon erősen befolyásoltak a történelmi politikai helyzet. Tehát mindenki, aki itt él, az tudja, hogy milyen hatalmas erő nehezedik az egyénre, és hogyan kell vigyáznia, vagy nem vigyáznia, vagy hogyan kell élnie. Úgyhogy nekünk valamennyünknek, akik itt ülünk még, és adja Isten, épp egészségben beszélünk, szerencse is kell az életünkhöz. Hát nagyon szépen köszönöm, eddig tudtam eljutni, és nem akarok oda feltartani. Ja, és amit mondtam, nem panaszként mondtam, bármilyen súlyos vagy ilyen kurmányos történetek voltak, mert állíthatom, hogy boldog életem volt. Szóval ezek a megpróbáltatások, ezek nem is tudom. Szívesen gondolok vissza rájuk. Köszönöm. Nagyon érdekfeszítő volt bizonyára mindnyájan, nagyon élvezték, és hát azt gondolom, hogy elemet kérti, nem lehet ezt majd oldani mindenki, de engem rendkívül megragadott az, hogy milyen mély nyomokat hagy az emberben a gyermekkori szituáció, a szülők természete, egyénisége, és az egész életünket meghatározza. Úgyhogy mint szülőknek és nagyszülőknek nagyon-nagyon óvatosnak kell lennünk, és tényleg a szívünket, lelkünket kell adnunk a gyerekeinkért. Az különösen... Bocsánat, ez az ön tanulsága, de örülök. Igen, ez nagyon örülök neki. De több tanulság is van, csak nem akarom most mind elmondani természetesen. De például az, hogy egy anyának hogy kell bízni a saját gyermekével, ez a bizonyos édesanyja pápai útja, hogy vigyázz, fiam, és nem hívják, jó? Csak annyit mondhatok az anyáknak, hogy dicsérjék. Magyarországon nagyon kevesen dicsérik a gyerekeket, dicsérni kell őket egyfolytán.
és hogy a tehetség minden ellenére kitör. És ha tudom, hogy a professzor úr szeretne, hogy a fejlődik szólni. Professzor úr, ami Lengyelországban találkoztunk, kétszer is, ahogy ő mondta, én meg már felejtettem. Én meg már felejtettem, leírtam. Kedves Géza, 1989. januárjában Varsóban ismertettünk meg. Akkor én voltam az ottani Magyar Kulturális Intézet igazgatója. Mikrofon. Akkor 89. januárjának második felében intézményünkben háromszor magyar és lengyel változatban, valamint szintén lengyelül szakemberek számára, filmesek számára levetítettük Friss, Eldorado című filmet. Az egyik vetítés után pedig találkozók is rendeztünk vele. Emlékeztetőre a most itt jelenlevőknek mondom, olyan színészek szerepeltek benne, mint Eperés Károly, Eszegy Enikő, Hegedűs Dégéz, a Nagy Kálózi Eszter vagy Fogány Judit. A film varsói sikerének bizonyítéka, hogy ugyanabban a hónapban két filmklubban is láthatták a nézők az Eldorádót, és ismét találkozhattak a rendezővel. A filmklub mozgalom akkoriban, itthon Lengyelországban szintén jelent. Mindenre és a később említendőkre azért emlékszem, mert megőriztem havi műsorfizeteinket. A 89 első hónapiban például fotók is látható, sajnos gyatra minőségű. Megkapott? Igen. Decemberben Párnóvban, Bentábornok szülővárosában, az új magyar mozi szemle keretében ugyancsak műsorra került az Eldorado, hasonlóan a következő év februárjához, amikor ismét egy varsói filmklubban vetítettük le. Ez az alkotás márciusban, Zsesúd nagyvárosban, mert már a rendszerváltozás idejét éltük, a Magyar Kultúra Napján a Szolidaritás tömegszervezettel és nagykövetségünkkel közös szervezésben a filmek Magyarország legújabb történelméről szemlén volt látható. Lengyelföldi népszerűsítéssel egyébként már 89. januárjában elkezdődött, amikor korai saját forgatókönyvetből készült a Tanítványok című filmet Eperjes Básti Gyuri Cserhalmügyön, varsói intézetükben kétszer nézhették meg az érdeklődőt. Ugyanott és Kelet-Lengyelország központjában, Lublinban egy klubban 90. szeptemberében is vetítettük Monori Mészáros András Meteó című alkotását, amelynek forgatókönyveleket köszönhető. Valamivel korábban egy nyugat-lengyelországi kis műemlék településen, Tuagútban, hagyományos filmszemle keretében látható az orvosok. Varsói munkám idején még 91. márciusában, a Polskinban, ez is nagyváros, a filmklubban, három magyar film egyikeként került műsorra, a Sőt Sándor rendezte Pottyautasok, amelynek forgatókönyvét címkét tartottam. Az már csak rémlik, hogy a Varsói Magyar Kulturális Intézet máskor is megszervezte olyan filmek bemutatását, amelyek forgatókönyvének előkészítésében része volt. Ilyen lehetett Gotthard Péter 81-es Megáll az idő című alkotása. Erről Veres József volt Debreceni Szlavisztikai Intézeti kollégám, filmkritikusként egykor szintén varsói vendég így vélekedett. Mintegy negyed századnak kellett eltelnie ahhoz, hogy 56-ról, pontosabban annak következményeiről hiteles művészi filmkiadást szülessék. Gotthard Péter vállalkozott, hogy Bereményi Gézával közösen generációk sorsával, eltemetett vágyakban és kihűlő indulatokban megidézze a kort, a történelmi fordulatot, a címadó slágerben emlegetett idő megdermedését. Győrfi Miklós kritikus szerint Szabó István rendező a magyar film addigi hagyományaihoz képest rendhagyó indítással előfutára lett egy irodalmi nemzedéknek is, amely tiltásoktól, publikációs nehézségektől sújtva hozzá képest csak késve jelentkezett. Bocsánat. Bocsánat, hogy félbeszakítok. Győrfi Miklós nevét említettei. Na most az az egy ember, aki Magyarországon maradt abban a társaságban, amikben fölmentem, ezt nem is tudtam róla, aki most Bécsben tanít. Nem tudom.
Igen. Mindjárt bőrök. A magyar filmadégi hagyományaihoz képest a rendhagyó indítással előfutára lett egy irodalmi nemzedéknek is, amely írtásoktól, publikációs nehézségektől sújtva hozzá képest csak késve jelentkezhetett. Az általa felsorolt szerzők között Bereményi Géza is szerepel. Korábban irodalomtörténész fogalmazott így, világteremtő érvénnyel Bereményi Géza műveit hatották leghatározottabban a nemzedéki programokon. Feleségemmel együtt, aki pályája elején megyei moziüzemi vállalatnál dolgozott, Varsóban és itthon szívesen néztük filmjeibe. Irodalmi alkotásait terén bőven akadt pótolni való. A gyűjtő röviden elmesélt hosszú életet történetének dokumentumait, azzal segíthetek, ha átadom neked a Varsói Magyar Kulturális Intézet műsorfüzeteiből kimásolt, rólad szóló alapokat. Magyar fordítás nélkül, ami, mivel a lengyel nyelv tele van latin és más nemzetközi szavakkal, egy olasz szakot végzett ember számára nem jelent problémát. Mint Európa nagy részén otthonos alkotót kérdezlek, most, amikor egyre időszerűbb a lengyelek és magyarok együtt gondolkodása, szerepelhet-e terveinkben lengyel-magyar témáink is? Üdvözlettel, Démonár István, nyugalmazott tanszékvezetőjének a tanár, hajtalan a szerintetős létek. Ezt is csak szükségesen. Köszönöm. Én pedig köszönöm a hozzászólást, csak annyit szeretnék mondani, hogy én tudtam lengyelül, 9-szer voltam Lengyelországban, nagyon sok lengyel barátom volt, csak elfelejtettem. Tehát azóta nem használtam, és diákkoromban, egyetemista koromban nagyon sokat jártam Lengyelországban, sőt, szinte értem. Úgyhogy... Mondtad, hogy szerelmet voltál, bocsánat. Igen, szerelmet. Lengyel, hát úgy lehet megtanulni. Hát nagyon szépen köszönöm még egyszer. Én is szeretnék még egyszer megköszönni, és érdeklődéssel várjuk a megjelenő önéletrajzi regényt. Nagyon felkeltett az érdeklődésünket, és azt hiszem, hogy most az életrajzi beszélgetés után azért majd egy újabb alkalmakra is sort kell kerítenünk, mert talán nem én vagyok az egyetlen, akit érdekel például a kincsemmel kapcsolatos kérdés, az hogyan született, és így tovább, és hát számos további kérdés. Nagy szeretettel várjuk újra, és ezt a kis barocskát fogyassza majd el a mi egészségünkre. Most ma este. Erre majd mindig jó. Úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit a kis fogadásunkra, és amíg a pezsgőt mindenki megkapja, édes mentes szárkod. És megkapják a perspektét, szeretnék a jelenlévőknek néhány információt. 19-én lesz a Hortobágyi úgy, ugye bizonyára mindenki tudja, és aki nem, annak is adja tovább, de a programban benne van. És nagyon szeretném kérni, hogyha most a napokon belül kimegy a meghívó, a jelentkezéseket gyorsan szeretném kérni, hogy egy vagy két buszt kell rendelni. A következő programunk az a október 23-a emlékére, a lengyel költők a 50 éves jubileumát ünneplő 56-os eseményekről. Ez 26-án lesz, Molnár professzor úr Csikos Sándor közreműködésével. Hanem egy harmadik programot is be kell iktatnunk, és nagyon remélem, hogy ez nem lesz senkinek a kedvét nem fogja elrontani, mert egy nagy...